Ilyen volt, ilyen lesz. Az elmúlt esztendő augusztusának végén kezdődött el a stadion bontása, a jelenlegi látvány alapján pedig még nehéz elképzelni, hogy másfél év múlva már a maketten látható létesítmény várja a csapatokat és a szurkolókat. A megyeszékhely polgármestere szerint a Continental Arena felújítása, a jégpálya, az uszoda és az atlétikai centrum építése után időszerű volt, hogy a futballisták is új otthont kapjanak. 1958-ban épült ez a stadion, volt egy kisebb javítás, de hát a mai körülményeknek, viszonyoknak nem igazán felelt meg már évek óta, és most viszont egy modern, UEFA 2-es minősítésű, korszerű stadionunk lesz. A sportért felelős államtitkár arról beszélt, fontos, hogy minden körülményt megteremtsenek ahhoz, hogy aki sportolni akar, az megtalálja a számára alkalmas létesítményt. Egykori sportolóként, olimpikonként pedig különösen közel áll a szívemhez minden olyan kezdeményezés, amely Nyíregyháza sport életét tudja fejleszteni és segíteni. Mondhatni, a három alapsportág kap és kapott már új otthont az elmúlt időkben, mint az atlétika, mint az úszás, és a torna is hamarosan fog jönni, és most hamarosan a labdarúgás is kap egy új otthont. Ez is tükrözi mindazt, ami az elmúlt 10 esztendőben a kormányzati törekvések egyik fontos pillére volt, hiszen Magyarország történetének legnagyobb sportlétesítmény fejlesztése zajlik mostanában, és bizony erre is nagyon nagy szüksége van Magyarországnak, egy még élhetőbb, még egészségesebb, még versenyképesebb országunk lesz, és így városunk lesz. A beruházás teljes egészében állami forrásból valósul meg, a kormány által egy évtizeddel ezelőtt elindított stadionépítési program részeként. 8150 férőhelyes MLSC UEFA 2-es minősítésű szintű labdarúgó stadion fog elkészülni, és ahogy polgármester úr is kiemelte, ez körülöleli egy 670 méter hosszúságú kivilágított futókör. És ugye azt is fontos kiemelni, hogy ez a stadion multifunkcionális lehetőségekkel is bírni fog, ezt egy 160 négyzetméter nagyságú mobil színpad elhelyezése teszi majd lehetővé. Az épület mellett helyet kap egy kétszintes 900 négyzetméteres sportközpont, pont is fitnessteremmel, öltözőkkel és egyéb kiszolgáló helységekkel. A rendezvényen a jelenlévők aláírták azt a labdát, amellyel az új stadion első mérkőzésén végzik majd el a kezdőrugást. Aztán az időkapszulába bekerült egy sparimez, egy fotómontázs és a megyei napilap aktuális száma. Az alapkületételnél a csapat korábbi játékosa Szatke Zoltán képviselte a Nyíregyháza Spartakuszt. Egyik szemem sírt, a másik meg nevet, azért nevet, mert egy korszerű, minden igényeket kielégítő stadion épül. Igaz, hogy én már nem játszhatok benne, mint aktív játékos, de az akadémián futballozó játékosainknak ez egy nagy motiváló erő kell, hogy legyen, és bízom benne, hogy nagyon sokan fognak közülük ezen a pályán bajnoki mérkőzésen játszani. A Spari a jövő év végéig Balmazújvárosban játssza a hazai meccseit. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2024 tavaszán már az új stadionban fogadhatja ellenfeleit a csapat.